Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a te szerelmi jóslásod. Itt bal oldalon az ő kártyái láthatóak, amennyiben te egy hölgy vagy, és jobb oldalon a képek rád utalnak. Ahogy itt látható, nála valami még átláthatatlan, különösen ami az otthonát, a környezetét és a családot illeti. Itt a hegy utal problémákra, nehézségekre, valami foglalkoztatja, nyomasztja őt. De hamarosan meg lesz itt a könnyűség, és lesznek beszélgetések, hiszen beszámol erről. Nem csak a problémákról fog beszélni, hanem a szerelemről is, hiszen itt megjelenik ez a szív. Ez a hegy utalhat a téli hónapokra, és a felhő jelent fél évet. Ez lehet a múlt, és voltak problémák a múltban, de jelentheti a jövőt is, hogy a tél hónapokig, vagy fél éven belül meg lesz itt a nyitottság, a könnyűség, az élet, öröm, lehet egy közös otthon is, és itt van a szerelem kettőtök között. És most megnézzük a te kártyáidat, amennyiben te egy hölgy vagy. Itt látható, hogy lesznek döntések, mindkét kép erre utal, hiszen az élet utadon elérkezel ehhez a kereszteződéshez, ami itt is látható, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba, és itt van már most ez a mozgás. A kártyák, különösen ez a kereszt utalhat kármikus témákra is, amikor a sors utatok kereszteződött vagy kereszteződik, ami egy találkozást jelent, és minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Persze a csillagok jelentik a szerencsét is, szerencsés kapcsolatok, és már itt látható ez a mozgás. Ez a kép utalhat egy másik férfire is, hogy itt lesz találkozás. Lehet, hogy ez egy barátság, hiszen a kutya a barátságokra utal. És itt középen látható a virágcsokor, ez lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. A virágcsokor azt is jelentheti, hogy megvan a szépséged, a nőiességed, a kisugárzásod, vagy van egy spirituális terület, egy kreatív tevékenység, ami kihat a munkádra is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!